Köszöntöm a 60 Televízió nézőit, jó estét kívánok! A kommentár soron következő adását látják, melyben az integrált intézmény, a muzeális gyűjtemény pályázatát fogjuk bemutatni ma. Ez egy ködös pályázat, az, hogy miért ködös és miért integrált, és mit jelent az, hogy interreg és integrált utakon, azt megtudjuk a múzeum vezetőjétől és rendezvényszervezőjétől, akiket köszöntök a stúdióban nagy tisztelettel, Márkus Mariant. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És köszöntöm Bléjár Gábor urat is, jó estét kívánok! Üdvözlöm én is a kedves nézőket! Kedves igazgatóasszony, elmondtam itt a bevezetőben, hogy integrált utakon, ez egy integrált pályázat, és az intézmény is integrált. De hogy jött az ötlet és a kapcsolat, ami körülbelül most már egy évre vetíthető vissza, azt öntől szeretnénk hallani, mit lehet tudni ennek a pályázatnak az előzményeiről. Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtünk el dolgozni ezen a pályázaton, ez az Interreg kisprojekt alapjának a pályázat. Ez azt jelenti, hogy határmenti megyék pályázhatnak, határmenti megyék önkormányzatai intézményei pályázhatnak ebben a kisprojekt alapban, és mi egy másik integrált intézménnyel pályáztunk, egy felvidéki intézménnyel, és konkrétan az volt a cél, hogy két integrált intézményt mutassunk be, működését, felépítését. Az, hogy a 60-i integrált könyvtár és muzeális gyűjtemény egy sikeres integráció eredményeképpen jól működik, nem csak a városban, a megyében, hanem országszerte is. Ugyanígy a társként választott Király Helmeci Bodrogközi és Unvidéki Közművelődési Intézet Kassa megyei önkormányzat kulturális intézménye. Ez a pontos neve, tehát elnézést, puskáztam, mert nem fogom tudni megjegyezni. És itt kell megemlítenem Zvolenszky Gabriella igazgatónőt, akit ugyan hívtunk a mai interjúra, de azért a távolság miatt sort nem tudott még eljönni. Arra, hogy ott is készül majd vele egy beszélgetés. Igen, igen, igen. Úgyhogy Király Helmecen egy hasonló integráció van, mint itt 60-ban, ott múzeum, könyvtár és művelődési központ. Maga Király Helmec egy közel 8000 lakosú város, Kassától 90 kilométerre dél-keletre, és hát már egészen a vaskorból származó régészeti leleteket is találtak, de valójában az első hivatalos említése 1214-ből származik. Tehát egy egészen komoly történelmi múltra tekint vissza maga a város. Igazgatóasszony, a pályázatnak a lényegi eleme azért hangozzék el öntől, bár ugyan már híradásban elhangzott, azért nem kevés összeg ez a pályázat, és nagyon szoros munkakapcsolat által kell majd ezt kivitelezni, talán egész évet el is fogja vinni, tehát 2019 ennek van szentelve. Mennyi összeget, hány eurót takar ez a pályázat? Így van, mivel ez egy uniós pályázat, nem is forintban, hanem euróban kaptuk a támogatást, 50 ezer euróról beszélünk, és maga a pályázat időtartama az egész 2019-es évet lefedi. Tehát most elkezdtük, már egyébként a munkaállatok folynak ugye a háttérben, és egészen december 31-ig megy majd a közös munka. És effektíve mikor startol? Tehát már elkezdődött, de mikor lesz már olyan, amikor a nagy közönség számára is lesz majd valami, hiszen majd a programokról is rövidesen szó esik? Hát ezt én úgy gondolom, hogy a május hónapban már hírt tudunk adni arról, hogy az első szakmai napok megrendezésre kerülnek, de erről majd a későbbi években beszélünk, amikor a magáról a pályázat program elemeit fejtjük ki bővebben. Ugye a pályázat címe Kultúrzsongás integrált utakon. Tehát ezzel próbáltunk az integrált intézmények együttműködésére utalni, illetve arra, hogy maga a kulturális élet
mind a két intézményben elég meghatározó, és meg kell, hogy jelenjen ahhoz, hogy a látogatók kedveljék és látogassák intézményeinket. És hogy bukkantak a pályázatra? Tehát elkezdődött a munka 2018 év elején, szinte végestelen végig zajlott a nyár elejéig, utána pedig várták a bírálatot, amely év elején érkezett meg, 2019 év elején, vagy 2018 végén. Hogy bukkantak a lehetőségre, hogy találták meg egymást a két fél? Hát a lehetőséget is, és a kapcsolatot is egy közös pont a kassai járási hivatal, aki közvetített, és ott ismerik már a 60 integrált intézményt, és igazából szerettek volna két olyan integrált intézményt összehozni, ahol jól működik maga a rendszer, és ezt bemutatni. Erre épül az egész pályázat, és akkor így az ottani hivatal úgymond vette föl mind a két féllel a kapcsolatot, hogy szeretnénk-e, fel tudjuk-e vállalni, hiszen hozzá kell tenni, hogy a 60-i integrált könyvtár és muzeális gyűjtemény a vezető kedvezményezett. Tehát mi vezetjük a projektet. Mielőtt átdobnánk a labdát Gábornak, akkor bontsuk fel a programokat, hogy milyen területekre oszlik, aztán majd visszatérünk igazgatóasszonyhoz is, milyen területeken mutatkozik meg a pályázatnak a kivitelezési lehetősége. Több terület is van, amivel fogunk foglalkozni. Szakmai napokat rendezünk, vándorkiállításokat készítünk, filmet forgatunk, és sok-sok kulturális rendezvényt szervezünk. Akkor ez májusban kezdetét veszi, és decemberig folyamatos, és ha jól értelmezem, akkor mind a két helyszínen. Tehát lesz olyan, amikor ők is itt lesznek, lesz olyan, amikor a 60-iak is Királyhelmecen lesznek, és lesz olyan, ami csak itt, igen, és lesz olyan, ami csak ott. Így van. Jól fordítottam le. Akkor kedves Gábor, át is kanyarodhatunk a kulturális rovatra, hiszen az intézménynek a rendezvény szervezője, és hát látok ön előtt innen ugyan kisbetűkkel, de egy igen meglehetősen több szöveggel megáldott Excel táblázatot, amelyben igen ismertetheti akkor, hogy milyen események, milyen rendezvények itt várják a látogatókat. Én főképp egy eseményre szeretnék kiukadni, ami azt hiszem, itt legalább három olyan dolog jön össze. Egyrészt ugye az Interreg pályázatnak egy kiemelkedő eseménye, másrészt pedig a múzeumnak is egy kiemelt eseménye. A múzeumok éjszakájához kötődik, de attól most már szervesen elválik, illetőleg egy nagyon nagy dolgot tudok bejelenteni, múzeumnak meg lesz az első önálló fesztiválja, ami remélhetőleg egyrészt része ennek a pályázatnak, de remélhetőleg innentől az önálló életet fog élni mind, és hosszabb távon ez pregnálni fog. Akkor most megosztanám a kedves nézőkkel a nevet, ez a 60-i fények, első 60-i fények fesztivál lesz, ami 2019. június 22-én és 23-án fog tartani, és ez egyrészt része annak a igazgatóasszony által is elmondott koncepciónak, hogy bemutassuk a régiónknak jelentős kulturális erejét, és ezt összekötve túlmutasson már határon túl, és helyet adjunk a szlovák kezdeményezésnek, azt majd egy külön projektbe fogjuk elmondani, hogy ott mi lesz. Részint pedig elindítsunk egy olyan tradíciót, amit remélhetőleg 60 arculatához kellőképpen hozzá fog járulni. Ez egy remek hír, és akkor lássuk a programokat. De természetesen június 22-én szombaton kezdődik, ahogy mondom, egy kicsit köthető a múzeumok éjszakájához, így tárlatvezetéssel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal indul. Ez úgymond egy ilyen állandó program lesz, ami egészen 10-től másnap estéig fog folytatódni. És utána jön a fesztivál hivatalos megnyitója, ami 2 órakor veszi... Az 23-a. Igen, nem, még 22-én beszélek. Mint mondtam, két napos a fesztivál, és 22-én 14 órakor veszi kezdetét a hivatalos megnyitó, de a múzeumi programok már jóval előbb elkezdődnek. Majd a hivatalos megnyitó után természetesen először 60-i művészeknek adunk helyet, mert nagyon-nagyon fontos a mi szempontunkból a lokálpatriotizmus bemutatója, és az, hogy milyen színesek a 60-i tradíciók. Egy nagyon-nagyon színes
úgymond múzeumpedagógiai és művészeti program a Mezitlába zenészek felvezetésével, ahol múzeumpedagógus segítségével a képzőművészet egy nagyon jelentős korszakát fogják bemutatni, az is lehet, hogy ez is 60-hoz kötődik. Ez összekötve komoly zenei előadással, illetőleg illusztrációval, amit kifejezetten gyerekprogramnak indult. Tehát itt szépen evezünk át a múzeumpedagógia és a művészetek ötvözésére. Ez egy nagyon jelentős junior prima díjjal is kitüntetett program, ami már a Szépművészeti Múzeumtól a Nemzeti Galérián nagyon sok helyen ment le. Itt utána 17.30-tól ismét folytatódik kifejezetten a múzeumi tevékenységek bemutatása. Lesz egy múzeumi kerekasztal beszélgetés. A témája a múzeumok helye és szerepe az integrált intézményen belül. Ez mind Királyhelmecet, illetve mind a saját intézményünket érinti. És ezután jön az este egyik fő programja, 19 órakor kezdődik, akkor és most. Ez egy mifajta közötti kapcsolat, a komoly zene, a népzene és a könnyű világzenének a hogy is mondjam, tehát ilyen metszetéből jött létre, országos hírű művészekkel, így Bíró Eszter, Gerendás Péter, Bodrog Éva és Fődő Sándor közreműködéssel. Ez a program kifejezetten egy ilyen típusú estére készült, és nagyon-nagyon jól ötvözi azokat a irányelveket, amit mi szeretnénk bemutatni. És a legvégén azért, hogy azért itt egy nagyon vidám éjszakáról van szó, egy kicsit könnyedebb hangulat felé megyünk el, ahol azért a könnyedebb szórakozás megjelentett. A Madein zenekar egy kicsit táncos zenés estjével zárul az éjszaka. De másnap egy kicsit másfajta programokat tettünk, egy kicsit a matin és a vasárnap jelleg felé mentünk el, és itt már szeretnénk jobban erősíteni a gyerekek és a családok lehetőséget, így kapásból másnap 2-kor magyar népmesei előadás lesz gyerekeknek Haik Viktória színész előadó segítségével. Egyébként Haik Viktória kifejezetten gyerekszínész, mert úgy értem, hogy gyerekeknek konstruál darabokat, ő bohóc színész is, tehát nagyon-nagyon ért a gyerekek nyelvén, de itt specifikusan magyar népességet, ismert magyar népességet fog a gyerekeknek mesélni. Majd ezután, hogy egy kicsit még jobban emeljük ezt a jelleget, vásári komédiákat fog bemutatni a Görbetükör Társulat. Ez a klasszikus vásári komédiák, nagyon sok helyen találkoztak vele, és szerintem erre nagyon nagy igény van a műkedvelő, illetőleg a kultúrára nyitott emberek szívében. És utána pedig nem lövném le a poét, lesz egy nagy meglepetés vendégünk, meglepetés együttes, akit most nem fogok lenőni, valamit szeretnék hagyni a későbbiekre is, és ezzel fog zárulni a fesztivál. Én már tudom a választ, de nem lőjük le valóban a poént, de ha ennyi a kulturális program, akkor azt hiszem lesz miből csemegézni, de ez csak a kulturális rész. Igen. Tehát akkor most jön az igazgató asszony megint, mert hogy nem csak kulturális része van a pályázatnak, hanem egyéb más is. Mégpedig? Így van, még ehhez az időszakhoz köthető, ehhez a fesztiválhoz a pályázat keretein belül egy kiállítás megnyitó, amikor is a Királyhelmeci Társintézmény hozza az őket bemutató vándor kiállítását, és hát, hogy szombaton vagy vasárnap, ezt majd eldöntjük, de sor kerül magának a kiállításnak a megnyitására, és természetesen, amikor a Királyhelmeci fesztiválra megyünk, ami egyébként szeptember hónapban lesz, akkor mi is visszük a saját vándor kiállításunkat. Tehát így a két kiállítás már megvalósult. 4 darab szakmai napot szervezünk a pályázat keretein belül, 2-60-ban, 2-t Királyhelmecen. Megvizsgáltuk azt, hogy mi az, ami a két intézmény erőssége, gyengesége, na most élhetnénk, hogy mindennek van ilyen SWOT analízise. Pontosan. Hát ennek is van. Igen, hát mi is végeztünk ilyen vizsgálatot, és akkor a közreműködő szervezettel, tehát együtt arra jutottunk, hogy 60-ban az integrált könyvtár és muzeális gyűjtemény erősségei közé maga az intézmény kommunikációja, média kapcsolatai,
és a rendezvényszervezés az, ami nálunk kiemelkedően magas színvonalon történik. Erről kértek bennünket, hogy legyen a két szakmai nap. Tehát ez számomra igen, nagyon megtisztelő volt, amikor a felkérés jött, hogy megvizsgáltak bennünket, és úgy gondolják, hogy mi ebben vagyunk erősek, erről szeretnék, hogyha szakmai napot tartanánk a többi integrált intézménynek. És akkor Király Helmetszen is lett, megvizsgálták azt az intézményt is, hát ott a turizmus és az intézmény kapcsolata lesz a szakmai nap egyik témája, a másik pedig az identitás kialakulásának erősítése. Tehát ez nagyon fontos, ugye, a határon túli területeken, hogy az ott élő magyarság hogyan őrzi meg az identitását, illetve a fiatalok esetében hogyan alakul ez ki, erről lesz egy szakmai nap. És így lesz a 4 darab szakmai nap. Mikor tervezik azt, hogy Király Helmetszre elutaznak, és még a részletekről beszélnek? Közben a nézők láthattak egy-két képet arról, hogy aláírásra került a együttműködési megállapodás, és kezdetést teheti a megvalósítás. Azt hiszem, most már ezen a pályán is vagyunk, ezért is tájékoztattuk a kedves nézőket arról, hogy hol tart most ez a pályázat, és mik várhatóak itt 60 városában. Igazgatóasszony, mi a terv? Most a közeljövőben utazunk Király Helmetszre, március 12-én megy a 60. küldöttség, úgymond megnézzük a helyszínt, ők már voltak, Király Helmetsz már volt 60-ban, most mi megyünk el és megnézzük a helyszínt, hogy hol és hogyan képzelik el a Király Helmetsz intézmény ezt az egész programsorozatot, azon kívül ugye, hogy kidolgoztuk a pályázatot, most már magát a megvalósítást, és akkor most márciusban, március 12-én lesz egy egyeztetés, amin már konkrét dátumokat ki fogunk jelölni, már konkrét feladatokat le fogunk osztani. Igazgatóasszony, és emellett megy a effektíve mindennapos munka is. Mert azért most, ha már itt vagyunk, ragadjuk meg a lehetőséget, hogy egy gyönyörű könyvet sikerült restaurálni a múzeumnak, illetőleg lezárták a Mátyás évet is, amely egy évig azért kalandozott itt 60-ban, és hát február 28-án bezárult ez a kapu. Erről a kettőről azért még egy pár szót mondjon nekünk. Igen, hát a tavalyi restaurálási pályázatunkban sikerült ugye ezt a csodálatosan szép könyvet restauráltatni, amit ugye a látogatók meg is nézhetnek, talán még most is kint van kiállításban. Én úgy gondolom, hogy minden évben most már eljutunk oda, hogy egy-két műtárgyat, jelentősebb műtárgyat van lehetőségünk restauráltatni, legfőképpen pályázati támogatásból, de előfordul, hogy a saját költségvetésünkből is mellé kell tenni önerőt ahhoz, hogy ezek a műtárgyak restaurálásra kerüljenek. Már most gondolkozunk azon, hogy milyen műtárgyakat adjunk be ebben az évben a pályázati anyagba, és most hamarosan nyílik egy néprajzi kiállításunk, gyerekjátékokról fog szólni. Nagyon élvezi az egész intézmény, amikor régi gyerekjátékokkal foglalkozhatunk. Most ezeknek a gyerekjátékoknak a restaurálása folyik tulajdonképpen, és hamarosan megnyílik ez a kiállítás is. Március 29-én vagy 30-án megnyílik ugye a 64 csatához kötődő kiállításunk, és hát elkezdjük a Rákóczi évet is, hiszen 2019 Rákóczi év. Ezt az évet, 2019-et ez fogja végigkövetni, és ne feledkezzünk el arról sem, hogy idén 50 éves a múzeum. Tehát mind a mellett, hogy egy ilyen nagyszabású pályázatot kell megvalósítanunk, mind a mellett, hogy rendkívül jelentős évet ünneplünk, hiszen a Rákóczi év azért nagyon jelentős a magyar történelemben, mind a mellett 60 életében nagyon fontos,
hogy a múzeum idén 50 éves. És akkor a Mátyás év lezárása hogy sikerült? Nagyon eredményes volt, nagyon jól sikerült. Magát a kiállítást nagyon sokan látogatták, és a záró előadásunkon is nagyon nagy volt az érdeklődés. Akkor kívánok ehhez a munkához, mint szakmai munkához, mint szellemihez, meg az előkészületekhez, meg az együttműködéshez nagyon sok energiát, jó kedvet, ilyen impulzust, és hát visszavárjuk a múzeum csapatát, hiszen folyamatosan fogjuk a kedves nézőket tájékoztatni mindarról, ami majd zajlik, és invitáljuk is önöket. Jó egészséget kívánok, és köszönöm, hogy itt voltam. Köszönjük szépen! Kedves nézőinknek szintén kívánok nagyon jó egészséget, és nagyon örömteli tavaszt, hiszen már azért kikandikált a nap, és egyre hosszabbak a nappalok. Tartsanak velünk a jövő héten is, amikor új adással várom önöket, ugyanebben az időpontban. Addig is kívánok önöknek minden szépet, vigyázzanak egymásra és önmagukra is. Viszontlátásra!